Nagy szeretettel köszöntjük a Viva Natura Televízió vagy VNTV kedves nézőit. FVQ adásodatunkban, ami annyit tesz, hogy felelősségvállásunk koeficiense vagy felelősségvállásunk mértéke, dr. Ládi Szabolcssal beszélgettünk. Szervusz Szabolcs! Azért szervusz István! Nagyon régen várom ezt a találkozást, most évek óta beszéljük, hogy összejövünk, és pont adás előtt beszéltük, hogy pontosan 15 évvel ezelőtt, amikor végzett orvos voltál a Széchenyi Tudományos Társaságnak, amelyik alapító tagja voltam, te kaptad az első oklevelet, és nem is tudom, mivel járt az a... Ifjú tudós díjnak nevezték, és az volt a feltétele, vagy a kritériuma, hogy valami olyan dolgot alkosson az ifjú ember, ami úgymond egy újdonság, vagy nem megszokott. Én akkor a táplálkozástudományban elért munkámért kaptam azt. Ahol a Paul Clayton is véletlenül részt vett, és gratulált neked, aki azóta elismert szakember a dologba. És mi érdekes, amikor találkoztunk, én még falat szállítottam, és utána mit ad Isten, én is a táplálkozásterápiás világába csöppentem, erről is egyszerűen nagyon jól lenne beszélgetni. De amiért ma itt összejöttünk, az, hogy láttam egy adásodat egy pár héttel ezelőtt, ami a spanyol náthárról szólt, amiről kiderült, hogy nem is spanyol náthár, de nem szeretném elvenni tőled a szót ilyen szempontból, hogy mennyire lehet mesterségesen tervezni és a világba elterjeszteni például egy olyan járványt, mint a spanyol náthár. Igen, igyekszem a mai beszélgetésünkben a tényekre szorítkozni, tehát anélkül, hogy bármilyen ítéletet hoznánk, azért elmondanék egy pár tényt a spanyol náthárról is, ami spanyol náthárnak neveznek, és a jelenlegi helyzetről is, amire szerintem érdemes lenne a szakembereknek odafigyelni. A spanyol nátha az Amerikai Egyesült Államokból indult, egy katonai erődből, a Fort Riley erődből, ahol egy kísérleti agyhártyagyulladás elleni vakcinát teszteltek. 4000 katona kapott ebből a vakcinából, és ezt a Rockefeller Institute of Medical Research fejlesztette ki ezt a vakcinát. Ennek megvan nekem a teljes dokumentációja, le lehetett tölteni az internetről, ez publikációként is megjelent, és azoknak a katonáknak a körében indult ez a fertőzés, akiket beoltottak, és utána nagyon sok katonát vezényeltek át Európába, és aztán Európában is elindult a spanyol nátha. Érdemes azt tudni, hogy több katona halt meg spanyol náthában, mint a fronton. Mennyi 2 millió katonát hoztak át? 2 millió katonát hoztak át, igen. És ebből hány lehetett fertőző? Ez nem lehet, nincsen kimondató. Nem lehet tudni, de volt olyan katona, aki már a második oltást meg se érte, tehát nem tudták beoltani. A szinkronicitást azt a kedves néző hallgassa, hogy akarja, tehát hogy akkor is volt egy ilyen mesterséges oltás, ami jó vagy rossz szándékkal, valószínűleg jó szándékkal oltották a katonákat, csak ennek a kimenetelére nem számította, és azért lett a spanyol nátha, mert hogy... Hát utána ott ütötte föl fejét leginkább, de ezt tudni kell, hogy nem Spanyolországból indult, hanem az Amerikai Egyesült Államokban egy oltási programmal indult ez a betegség. És ugye ott nagyon érdekes módon a fiatal lakosságot érintette, és nagyon sokat félrekezeltek, azért is volt ekkora haláleset. Mi volt ez a félrekezelés, emlékszem? Nagy dózisú aszpirint pontosan adtak nekik. Mert a Bayernnek óriási készletei fel voltak halmozva, igaz? És aztán valahogy elakadt. És ezt valahogy elakarták adni, csak a fületekre vagyok kíváncsi, kicsit kedves nézők, és ugorjunk egy óriásit, és most is a mai napi tényekről beszélünk. A kongresszus elé Faucit beidézték, aki annak idején a Trump adminisztrációnak is egészségügyi minisztere volt. Jó volt a Fauci? CDC, ez a Center for Disease Control, az amerikai járványügyi intézet, nevezzük így, szabad fordításban. Őnek a vezetője volt, nagyon-nagyon régóta a vezetője. És ő a kongresszus előtt valami vallomást tett konkrétan? Igen, gyakorlatilag kimondta, hogy valószínű, hogy ez a vírus ez nem véletlenül került ki, és mesterségesen kísérletezés eredményeként állították elő, és aztán a wuhani laborból így szabadult el. Tehát az a eredeti vélemény, hogy egy ilyen piacon valami állatról terjedt át emberre, ez már egyre inkább igazolni látszik, hogy ez nem igaz. És nem csak Fauci, hanem nagyon sok kutató, aki elemezte a helyzetet,
mondta azt, hogy ez biztos, hogy mesterséges vírus, és nem állatról emberre terjedt át. Ugye, és akkor itt jön most a felelősen gondolkodó orvosok kérdése, akik meg is nyilvánulnak ebben a témában, és sok esetben először hallunk róluk, és egy idő múlva meg nem halljuk az ő véleményüket. Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg az oka, mert akár meg is félemlítik őket, házkutatást tartanak náluk, tehát az a fajta párbeszéd hiány, amit látok itt a járvány kapcsán, ennek lehetnek súlyos következményei. Ugyanis vannak olyan orvosok és szakemberek, akik nagyon tapasztaltak, nagyon rátermettek, és van tapasztalatuk ebben a kérdésben, és az ő véleményüket nem hallgatják meg, ha elmondják, akkor letiltják a Twitter fiókjukat, megpróbálják szakmailag elhitelteleníteni őket. Gondoljunk csak a Gert van der Boschra, a belga virológusra, és vakcina fejlesztési igazgatóra, aki több mint 8 vakcina gyártó cégnek volt az új vakcina fejlesztési igazgatója, közte a Gavinak, a Bill és Melinda Gates alapítványnak, tehát rá nem lehet azt mondani, hogy vakcina ellenes, sőt ő így kezdi a mondandóját, hogy rólam aztán senki nem mondhatja, hogy vakcina ellenes vagyok, de ő volt azok közül, akik a világon legjobban értenek ehhez, aki felszólalt amiatt, hogy járvány alatt vakcinázni, oltani, az óriási szakmai hiba, mert ezzel a vírust belekényszerítjük abba, hogy kikerülje az immunrendszert. Ez a vírus, ez 8-10 óránként tud mutálódni, és az oltások következtében létrejöhetnek olyan variánsok, amelyekkel szemben senki nem lesz védett, hiába lettek beoltva. Őt sem hallgatták meg. Ugye orvosi egyetemen ezt tanítják, hogy amikor járvány van, akkor a járvány nem lehet ráoltani. Ez így van. És amikor megkérdezed ma azokat az orvosokat, akik meg oltanak, akkor azt mondják, hogy ez felsőbb utasítás, hogy katonai törvényekkel felülírják az orvosi etikai szabályokat, és valószínűleg, és én kimerem mondani neked, ezt nem kell, óriási a Big Pharma-nak az érdekeit képviseli mindenki ezen a piacon, és amikor bárki felelősen meg mer szólalni, akkor ezt elhallgattatják. És most utaljunk egy kicsit a Németországra, ahol úgy szintén ez elég erős ellenézés keltett felelős orvosokban és ügyvédekben. 1000 orvos és 1000 ügyvéd állt össze, hogy a Nürnberg 2 pert létrehozzák, csak azt nem tudom, hogy kit fognak oda megidézni, és nekik milyen jogcímük lesz ahhoz, hogy bárkit felelősségre vonjanak. Valószínűleg ez az időszak be fog a történelemkönyvekbe kerülni. Nem tudom, mi lesz a kimenetele, de sokkal felelősebben kellene, azt gondolom, hogy meghallgatni azokat, akinek más véleményük van. Ugyanis az nekem gyanús, hogyha valakinek más véleménye van, akkor azzal nem vitatkoznak, és szembe állítanak egy másik szakmai véleményt, mert ennek szakmai vitának kell lenni, nem politikai vitának. Tehát azt, akinek más véleménye van, elhallgattatják, letiltják azokat a csatornákat, ahol ő meg tudna szólalni. Ha felrak a YouTube-ra egy videót, akkor azt letörlik. Ezzel szemben, hogyha lenne ellenérv, akkor azt szembe kellene rakni, nyilvános vitákat, szakmai vitákat kellene rendezni arról, hogy ez így helyes, amit csinálunk a járványkezelés szempontjából, vagy nem. A legérdekesebb az volt, amikor Erdélyben Nagyváron azon a magyar pulmonológus orvosnő egy speciális baktériummal képes volt, antibiotikummal képes volt megállítani magát a koronát abban a fázisban, amikor már az egész tüdőt elfoglalta, és gyakorlatilag ő neki meg azt mondták, hogy ez nem gyógyítható. De miért mondják ezt? Mert ha valami gyógyítható lenne, akkor nem lehetne lenne oltani, igaz? Tehát van egy ilyen másik alap szabály. Pontosan. A kongresszus előtt több orvos, aki koronavírusos betegeket gyógyított nagy számban, tett tanúvallomást és szinte könyörgött, tehát megvannak ezek a felvételek, hogy az ivermektint például engedjék használni, akár preventív célból. Azok az emberek, akiknek adták az ivermektint, meg sem kapták a koronavírusos betegséget, és hogyha időben elkezdték kezelni, soha nem kerültek súlyosabb állapotba. Utána néztem, az ivermektint egy időben humánba is alkalmazhatták Magyarországon, és most, hogy ez az egész dolog kiderült, mindenki megszólt, ó, ez egy csak állatoknak. Egyébként állatgyógyászoknál, állatorvosoknál eléritek ma, de csak úgy sugnám mindenkinek, mert nagyon patikákban nem lehet kapni. De én például Németországból rendeltem, német patikából lehet, de az aranyáron van.
Tehát az állatgyógyászati ivermektin az ugyanolyan jó sterilés. Tehát ha van állatorvos barát, akkor nyugodtan lehet ezzel. Tehát vannak olyan eszközök, amivel ezt a járványt meg lehetett volna állítani, kezelni lehetett volna a súlyos betegeket, ennek ellenére ezeket a módszereket szándékosan vagy nem szándékosan, de elnyomták. Nem engedték alkalmazni, vagy azt bebizonyítani nagy számú betegen, hogy ez működik. Ugye Németország tízszer nagyobb ország, Magyarország, legalábbis lakosság szempontjából, hogy Magyarországon a felelős orvosok, felelős ügyvédek milyen módon csoportosulnak és hallatják a hangukat? Hallottál erről valamit? Persze, vannak orvosok, akik ki is álltak, és olyan következménye is lett, hogy házkutatás volt náluk, mert azt gondolták, hogy ők most egy polgári engedetlenségre akarnak szítani, holott nem ez volt a helyzet. Orvosok a tisztánlátásért csoportnak nevezik ezt a csoportot. Ebben a csoportban én is benne vagyok, nem olyan értelemben aktív tagja, hogy ilyen rendezvényeken nyilvánulok meg, de tájékozódom, szakmailag megvitatjuk a dolgokat, ha megjelenik egy új cikk, akkor tovább küldjük egymásnak, tehát kizárólag szakmai alapon azokat a forrásokat, amelyek hitelesek, egyetemi kutatólaboratóriumoknak a cikkei, ezeket osztjuk meg egymással. Például legutóbb a Texasi Egyetem biofegyver kutató részlegének a cikkét néztem meg, 17 oldalas cikk, és ez arról szól, hogy a koronavírus vakcinával beoltott állatoknak a tüdejében milyen immunológiai változások zajlanak, és nagy a veszélye annak, hogy egy következő koronavírus fertőzésnél egy sokkal hevesebb immunreakció alakul ki a tüdőben az oltás után, tehát erre is oda kellene figyelni, ugyanis ott olyan sejtek szaporodtak föl, olyan típusú immunsejtek, amelyek csak arra várnak, hogy kapcsolatba kerüljenek egy újabb koronavírussal, és akkor egy nagyon erős gyulladásos reakciót fogunk látni, mint ahogy egyébként a korábban fejlesztés alatt álló koronavírus vakcináknál tapasztalták. Tehát ezért nem létezett korábban humán koronavírus elleni vakcina, mert bizonyos vizsgálatok nem mutatták, hogy eléggé biztonságos, és most jelenleg ezt gondolom mindenki tudja, hogy ezeknek sürgősségi engedélye van, a klinikai vizsgálatok, ami alapján majd vagy megadják, vagy nem adják meg a végleges engedélyt, azok 2023-ban fognak lezárulni. Tehát jelenleg, amíg oltás zajlik ezekkel a vakcinákkal, folynak azok a klinikai vizsgálatok, ami alapján majd megítéli a hatóság, hogy ez középtávon, hosszú távon biztonságos vagy sem. Most a Big Pharma már nem csak az állatokra, mert Amerikában biztos olvastad te is, hogy már kísérleti jelleggel oltják a kutyákat, és ezt még ki akarják terjeszteni az egész világon, mert hogy a veszélyes kutyamacska az majd terjeszti a koronavírus, nem akarok ebből bagatelizálni. Ugyanakkor az előbb elmondottak szerint, mi szerint 8-10 óránként ez a vírus képes magát felülírni, és egy új variáció jelenik meg. Mi ennek a vége? Az életünk végéig oltakozni fogunk, és én arra gondolok igazából, hogy kézben tudják ezt az elszabadult dolgot tartani. Ugye ezt látjuk, hogy már nem a kis, nem is majmokat mondtak itt, hanem denevérekről származik, hanem ott vannak a bejelentett szabadalmak, szabadalmi számokkal rendelkezünk, ami ezeknek a vírusoknak a létét bizonyítja, hogy ezt mesterséges úton állították elő. Ezt már fősorlatú médiában is hallottam. A Fauci nyilatkozatot úgy szintén hallottam már. Ennek ellenére Magyarországon mindig úgy beszélünk, hogy az egész világon ez történik, de hogy mi történik Magyarországon, arról igazából csak azt látjuk, hogy még ma is nagyon sokan halnak meg. Hát nézd, sokan azt mondják, hogy nem a járvány miatt volt szükség az oltásra, hanem az oltás miatt volt szükség a járványra. Ezt most nem én állítom, de ezt érdemes megfontolni. Ezt a vezető kérdést, világlapok címlapjáról idéztél most. Így van, pontosan. És egyébként azt is nyomon lehet követni, hogy pont Fauciék pénzelték a wuhani laboratóriumot, több millió dollárt utaltak át nekik koronavírus kutatásra, úgynevezett gain of function kutatásra, ami azt jelenti, hogy egy természetes koronavírust alapul véve úgy módosítják a genetikát, hogy valamilyen módon
hatékonyabban kapcsolódjon például a tüdő megfelelő receptoraihoz, tehát ez gyakorlatilag nem más, mint biofegyver fejlesztés. Most ezt, hogy milyen célból csinálták Wuhanban, ezt nem tudom. Az, hogy ez véletlenül került onnan ki, vagy nem, erre se tudunk biztos választ mondani, de hogy ez nem egy természetes folyamat alapján került ki, ez most már a jelenlegi rendelkezésre a tudományos tények szerint, és Fauci szerint is már nagyon valószínű. Tehát, hogy az oltottak jobban fertőznek, mint egyébként, ez is most már mentőorvosoktól 10 emberből beszállítanak, abból kórházakban, intenzív osztályban 8 oltott volt már. És nézd, Indiában akkor indult el ez a katasztrofális helyzet, amikor elkezdtek oltani. Uh-huh. Addig napi 100 halott volt, uh-huh, szépen élték az életüket, de amikor 156 milliárd emberről beszélünk, a 156 millió embert oltottak be, amikor én olvastam azt a cikket, uh-huh, lehet, hogy azóta már több, de valójában valószínűleg Geert van der Boschnak igaza van, hogy pandémia alatt elkezdtek oltani, és berobbant az egész, és most már a Gangesben úsznak a halottak, szedik ki őket. Nincs már fa, hogy égessék őket. Egyrészt, másrészt pedig már nem tudnak hova temetkezni, a sekély partra temetik, vannak olyan temetők, ami a parton van, és onnan meg kimossa a víz. Másik hírek az, hogy 300 krematóriumból 2 vagy 3 működik, és ezért van ekkora nagy felújulás. Mekkora felelőssége van azoknak a vezető virológusoknak Magyarországon, akik ennek ellenére, hogy ezeknek az ismeretében, tudatában vannak, hogy a vírus milyen módon fertőzhet tovább az oltottaknál, hogy mégis folyamatosan propagálják ezt, és most a gyerekeinket akarják oltogatni. Igen, most előhoztál egy témát, ami nekem nagyon kényes kérdés, az a gyerekek oltása. Gyerekekre ez a vírus nemhogy nem veszélyes, hanem gyakorlatilag sok gyereken észre se veszed, hogyha átmegy rajta, viszont gyereket oltani kísérleti vakcinával az véleményem szerint bűncselekmény. Ez Nürnberg, igaz? Igen, ez igen. Nürnberg. És azok a virológusok, akik ezt támogatják, nem biztos egyébként, hogy ők nem meggyőződésből mondják, de mégis az a véleményem, hogy jobb lenne egy szakmai kerekasztalt folytatni, és jobban megvizsgálni a dolgokat, mielőtt óriási problémák lesznek. Szerintem az elkövetkezendő időszak, a ősz és a tél, amikor egyébként is jönnek a járványok, és ezt lehet, hogy már hallotta a nézőközönség, hogy a úgynevezett influenza járványoknak a 30%-át is eddig is koronavírusok okozták, akkor látjuk majd meg, hogy tényleg mennyi védelmet nyújt a vakcina. Egyéb jelenség kíséri azt a fertőzést, amikor egy vakcinált személy megkapja újra a koronavírus fertőzést, úgyhogy ez egy nagyon fontos időszak lesz. És még egy dolog visszatérve eszembe jutott Bill Gates kapcsán, az is elég gyanús, hogy 6 héttel azelőtt, hogy kirobbant ez a járvány Wuhanban, ők tartottak New Yorkban egy szimulációs gyakorlatot. Ezt bárki utána nézhet a neten, van saját honlapja is, ez az Event 201, a 201-es esemény, ahol azt szimulálták, hogy Kínában, a Wuhanra nem emlékszem, hogy onnan-e, de hogy Kínában egy koronavírus elszabadul, pandémiát okoz a világon, és azt beszélték meg, többek között a World Economic Forum, a Davoszi Elit, a Bill és a Melinda Gates alapítvány volt a szponzora, illetve a harmadik, egy mindjárt eszembe jut az orvosi egyetemnek a neve, azt beszélték meg, hogy milyen intézkedéseket kell hozni a világ vezetőjének, hogy ezt a járványt megállítsák, szimuláltak tévéadásokat is, híreket generáltak. De gyakorlatilag eljátszották azt, ami aztán történt a világban 6 héttel a járvány kiindulása előtt. Erről videó felvételek is rendelkezésre állnak, illetve hogyha valaki beüti, hogy Event 201, kidobja a honlapját. És az mennyire érdekes, hogyha bekapcsolok egy ORF-1-et, egy osztrák rádiót, vagy egy magyar rádiót hallgatok, és ugyanabban az órában a világ pandémiáról szó szerint ugyanazok a hírek vannak bent, tehát hogy az egész Big Pharma a médián keresztül totálisan a tájékoztatás mindent magáévá tett, és akkor most jön az, amiért mi leültünk beszélgetni, hogyha az emberek egy kicsit tájékozottabbak lennének, ugye? Te mondod, hogy orvosi egyetem után táplálkozás terápiát minden foglalkoztál, ebben is óriási nagy vakfoltok vannak, erről szívesen beszélgetnék veled, uh-huh, hogy milyen módon tudnák a felelős orvosok és felelős tudósok abban támogatni az embereket, hogy ne csak a hagyományos, illetve nem hagyományos, bocsánat, a kémiai gyógyszereket, hanem az integrációt,
integratív medicinát, amiben elég sok ősi ajurvéda, kínai tudás és minden más benne van, hogy komplex módon ismerjük meg ezt a világot, és olyan dolgok után is tudjunk nyúlni, ami önsegézés, a másik segézése. Így van. Tehát, hogy ne ilyen tudatlanul éljük az életünket, mert akkor nem lehetne így megvezetni az embereket, mint most. Én ezt problémának látom Magyarországon, hogy a felelősséget próbáljuk áthárítani, és a megoldást is kívülre. A saját egészségünk, vagy betegségünk saját magunknak a felelőssége, és hogyha nem működik jól a szervezetünk, vagy megbetegszünk, azt nem egy külső orvos, vakcina, gyógyszer fogja megoldani, hanem nekünk kell megoldani. Meg kell keresni az okokat, hogy miért alakult ki az az egyensúlyzavar, mert valójában minden betegség egyfajta egyensúlyzavar. Legyen az mentális, aztán, hogy begyűrűzik fizikai szintre, de ha az okokat nem ismerjük meg, és nem derítjük ki, és nem foglalkozunk vele, akkor igazából nem gyógyítást csinálunk, hanem kezelést. És ami azt gondolom, hogy kimaradt vagy nem kapott elegendő hangsúlyt az orvosi egyetemi oktatásban, és mi ezért is kezdtük az integratív medicina oktatást a Debreceni Egyetemen, hogy az orvost a hallgatókkal megismertessük azt, hogy ha felborult a szervezetnek az egyensúlya, akkor azon kívül, hogy akutan adunk gyógyszereket, és az integratív medicina ettől integratív, hogy a nyugati orvoslást is magában foglalja. Tehát ha valakinek kiugrik a vérnyomás, akkor vérnyomás csökkentőt kell adni. Vagy ha felugrik a cukra, akkor azt kezelni kell, de párhuzamosan, amikor szépen az akut probléma az kezelve lett, akkor meg kell vizsgálni, hogy miért alakult ki. Miért ugrott ki a vérnyomása, mert ennek mindig megvan az oka, és az orvosi oktatásban sajnos az dominál, hogy ezeket a betegségeket, amit betegségnek nevezünk, gyógyszerekkel, élethosszig kell kezelni. Holott ezek visszafordíthatók. Én annak idején, amikor 8 évet dolgoztam alapellátásban, ez nekem rutin feladat volt, hogy úgy mondjam, hogy azoknál a pácienseknek erre nyitott volt, külön az orvosi rendelésen kívül találkoztam, megvizsgáltuk, hogy él, hogy táplálkozik, milyen életmódot folytat, és 90%-ban azokat a gyógyszereket, ami tüneti kezelésre szolgált, le lehetett tenni. Ez az integratív medicina, ez gondolom nem csak Magyarországon ismeretes, már hol találkoztál ezzel először? Én Amerikában végeztem egy 2 éves képzést az orvosi egyetem után. Itt az Arizona Egyetemen a világon legrégebb óta létezik integratív medicina oktatás, az 1994 óta és 2000 óta önálló tanszéke van. Ezt Andrew Weil indította, ő egy nagyon ismert, talán még te is hallottál róla, orvos, szinte celeb szinten hívják, meghívták meg tévéműsorokba. Ő indította el ezt az Arizona Egyetemen, és most már Amerika 36 vezető orvosi egyetemén oktatják az integratív medicinát. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a nyugati orvoslás és a alternatív vagy komplementer orvoslásnak azok a elemei, ami tudományosan igazolt, megfelelő szakmai háttere van, tehát az a tananyag, amiből mi tanultunk, ott minden oldalon az élő linkekben szakmai cikkek voltak feltüntetve, ami igazolta azokat a megállapításokat, ami alapján mi tanultunk, tehát egy nagyon komoly szakmai anyagot adtak át 2 év alatt. Én ott tanultam ezt, és igyekszem Magyarországon ezt részben az orvostanhallgatók szintjén, az egyetemi képzésben megismertetni, részben pedig azért indítottunk egy ilyen portált, integratív medicina portált, mert mindenkinek a saját egészsége az a saját felelőssége, és ne gondoljuk azt, hogy csak az orvosok tudnak segíteni nekünk, hogyha tüneteink vannak, vagy felborult az egészségünk. Nagyon sok információ van, amit jó lenne, hogyha tudnának az emberek. Nekem ez veszőparipám, hogy az iskolában kellene ezeket az ismereteket oktatni, mert te is, én is rengeteg olyan dolgot tanultunk az iskolában, aminek aztán később nem vettük hasznát, vagy nem hasznosítottuk, de azt, hogy mik az emberi szervezet egészségének az alapjai, hogyan tápláljuk, gondozzuk a testünket, hogy az kiszolgáljon bennünket, és ne betegedjen meg, ezt nem oktatják. Még az orvosi egyetemen az sem oktatják. Csodálatosabb, amit mondasz, azt mondod, 60 egyetem Amerikában? 36 jelenleg. 36, bocsánat. Hogy Magyarországon meg egy a Debrecen, igaz? Hogy nem, azért minden most... Pécset is hallottam. Pécset is, igen.
és a Semmelweisen is van már erre. Ebből elmondom, mit szeretnék kihozni. Ha kimegyek Amerikába, termékfejlesztőként azért mindig körülnézek például a Whole Foods-ba, és látom, hogy azért sokkal szélesebb spektrumú természetes anyagokat, például ha enzimekről beszélgetünk, Magyarországon kettőt, bromelin, papain ezt engedezik, ott meg normálisan emésztő enzimeket lehet kapni. Azt látnád, hogy a Big Pharma ott a legerősebb Amerikában, és pontosan ebből látom, hogy természetes anyagok jóval szélesebb spektrumba kaphatók, mint nálunk, mert itt folyamatosan azért képesek ezt elnyomni. Ugyanakkor az egyetemeken nagyon sok hallgatótól hallom, hogy ma már az ilyen gyógyszer recept felíró diák szintjére avanzsálták őket, és a tudás szintjük is ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy itt a provinciákon fogalmazunk, és nem gyarmatot mondtam, sokkal erősebb ezeknek a gyógyszerlobbiknak az elnyomó hatása. Tehát ezért egy óriási nagy dolog, amit tudnátok, de nem tudnátok, tudtok véghez vinni, mert hogy Magyarországon, ha ez az integratív medicina tudás jóval magasabb lenne, akkor olyan fajta népbutítás, ami sok esetben akár reklámok bármi révén az embereket meghűíti, a tudás az hatalom, igaz? Ez az régi nagy mondásunk, és valami olyan másfajta tudást tudtok adni, ami szerintem emelni a társadalomnak a egészségtudatát és mindenféle szellemi szintjét. Minden betegség kapcsán a prevenció lenne a legfontosabb, hogy az elmúlt hónapokban nem hallottam azokat a híradásokat, amikor azt mondták volna el, hogy milyen módon lehet felkészülni esetleg, hogy a környezetünkben megjelenik egy kórokozó, hogy az immunrendszert milyen módon pufferoljuk föl, hogy igazából észre se vegyük. Mik ezek a csuda dolgok, amik tök egyszerű dolgok, de viszont nagy tömegek elkerülnék a fertőzöttséget, mert hogy egyébként a nagy tömegek el is kerülték, tehát mi vagyunk itt az egészségesek, a kirekesztettek a társadalomból idézőjelbe, mi akik folyamatosan szedtük a kis vitaminjainkat, neked mi a ajánlatod ebbe az ügybe? Egyetlen dolgot említenék, ami megjelent szakmai sajtóban is, egy példát, a D-vitamin szintet vizsgálták olasz orvosok Bergamóban azon betegeknél, akiket ők kezeltek, és akiknek jó volt a D-vitamin szintje, ott 70%-kal volt alacsonyabb a halálozás ugyanabban a korcsoportban. Tehát ha mondjuk Magyarországon azt el akarnánk élni, hogy 70%-ot csökkenjen a halálozás egy bizonyos korcsoportban, akkor D-vitamint kellene szedetni mindenkivel, de nem csak ezt használható prevencióra. A C-vitamin, D-vitamin kombináció. Bizony, igen, meg a cink és szelén is nagyon fontos, hogyha erre a néhány dologra az emberek odafigyelnének, nem csak, hogy kevesebben kerülnének súlyos állapotba, hanem van, akik észre se vennék azt, hogy átment rajtuk a fertőzés. Én nagyon sok ismerősömnél látom, akik elmennek ellenanyagvizsgálatra, akik odafigyelnek magukra, tudják, hogy hogyan tartsák karban az immunrendszerüket, hogy van ellenanyag, tehát a szervezetük találkozott a vírusokkal, úgyhogy észre se vették, és fellépett ellene, és megvédte őket a szervezetük. Szabolcs, nagyon köszönöm, hogy ellátogattál, és nagyon remélem, hogy hamarosan újból eljössz, amikor lesz miről eredményekről beszélnünk, beszámolni, mert egyszerűen muszáj változni a világnak jó irányba. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szívesen részt veszek máskor is. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, önök VNTV-t, vagy Vivanatúra televíziót láthattak. Viszontlátásra!